1988 óta május 31-e a Nem Dohányzó Világnap. Ebből az alkalomból még egy 2002-ben elindított ötletet elevenít fel ezen a hétvégén Sós Imre civil referens. Az ötletgazda ezt nem mindennapi módon teszi, hiszen a Kossuth téren egy üveghengert állítanak fel, melyben 8000 cigarettacsik lesz majd látható. A cél természetesen felhívni a figyelmet a dohányzás ártalmaira, melyhez több civil szervezet és intézmény is csatlakozik. Azért is gondoltam, hogy ezt újra előhozzuk, mert több civil szervezet ANTS-szel karöltve az önkormányzattal egy olyan, tehát a dohányos mentes világnapra egy különböző rendezvényekkel, tesztekkel, tanácsadásokkal szeretnénk figyelemfelkeltést csinálni. Nem beszélve arról, hogy iskolák számára az egészségfejlesztési iroda kiírt egy rajzpályázatot ennek a bemutatásával. Tehát úgy összességében szeretnénk a lakosokat, az érdeklődőket bevonni abba, hogy hogyan tudnánk a dohányzás ellen tenni valamit. Szükség is van ezekre a demonstrációkra, hiszen mind az országos, mind megyei szinten igen magas a halálozási ráta azoknál a betegségeknél, melyek kialakulásáért nagyban felelős a dohányzás. Békés megyében 5500 körülbelül a halálozások száma évente. Ezeknek mintegy 85%-át a keringési rendszer és a daganatos megbetegedések halálozása hozza magával. A keringési megbetegedések vezetnek ebben a statisztikában mintegy 56%-a, 24%-ban a daganatos megbetegedések következnek a sorban. És hát az a kétes dicsőség van ugye Magyarország vonatkozásában, hogy európai és világstatisztikákat vezetünk rákhalálozásban. Arra ugyan nincsenek még mért adatok, hogy az elmúlt időszakban bevezetett intézkedéseknek köszönhetően mennyien hagyták abba a dohányzást. A szakemberek szerint ezek a lépések hosszú távon eredményezhetnek majd változást.